a szomszédos országokból és tulajdonképpen egész Európából és világszerte is érkeznek aggasztó hírek a delta variánsról, ami azt bizonyítja, hogy nem vagyunk túl egyáltalán a Covid pandémiás világjárvány helyzeten. Több országban már a negyedik hullám egészen egyértelműen elkezdődött, Magyarországon is aggasztó jelek vannak, hiszen a szennyvízben való jelenlét és a fertőzötti számnak az egyre növekedése is arra utal, hogy mindenképpen fel kell készülni a negyedik hullámra. Hála Istennek 66%-a a felnőtteknek már be van oltva, de nagyon-nagyon fontos, hogy a többiek is oltakozzanak, hiszen minél magasabb számú átoltott van a társadalomban, annál védettebb Magyarország, annál inkább van lehetőség arra, hogy a hétköznapi életünkhez minél közelebb lévő módon tudjuk megélni a hétköznapjainkat. Oltások többféle akcióban is tovább folytatódnak, most már átléptük az 5.700.000 beoltottat, sőt a 750.000 beoltottat, de a 60 éven felüliek oltása is rendkívül fontos, hiszen náluk az immunválasz az nehezebben vagy gyengébben alakul ki, de az idős otthonok oltását természetesen tovább folytatjuk, és dinamikusan haladunk is benne, és az általános iskolák esetében pedig sokkal biztonságosabban kezdődhet meg a tanév, mint tavaly, mert tavaly még oltóanyag sem volt. Június 4-e óta a 12 év fölöttiek is tudnak oltakozni az időpontfoglaló alapján. Egész nyáron erre bíztattuk a szülőket, hogy oltakozzanak és a gyermeküket oltsák be, hiszen biztosítva lesz az akkor, hogy jelenléti oktatásban lehessen végigvinni a tanévet. Ez rendkívül fontos, élvezhessék a tanulók a közösségi élményeket és a jelenléti oktatásnak az örömét, és ezzel együtt természetesen az is nagyon fontos, hogy a szülők is tudjanak munkába járni, és az egész gazdaság működőképes állapotban tudjon maradni. Az iskolákban nem lesz kötelező a maszk és a testhőmérsékletmérés, de nem is tilos. Ezt el kell dönteni, hogy hogyan reagálják le az adott helyzetet. Az operatív törzs is és a megyei oltási munkacsoportok folyamatosan figyelemmel kísérik, és természetesen az EMMI oktatási államtitkársága is az aktuális helyzetet, ahol szükséges, ott természetesen be fogunk avatkozni, de arra készülünk, hogy az egész tanévet jelenléti oktatásban reményénk szerint végig fogjuk tudni csinálni. Ehhez az kell, hogy az iskolaigazgatók, az iskolavezetés, a szülők, a diákok és az egész magyar társadalom összefogásával sikerül Magyarországon egy olyan átoltottsági helyzetet teremteni, amely ezt garantálni tudja. Jelenleg a pedagógusok 85%-a már be van oltva, a többieket is erre szeretnénk biztatni, hiszen ők vannak a legveszélyeztetettebb helyzetben az egész magyar populációban, akik még nem vettek föl egyáltalán oltást. 85%-os átoltottság az már nem mondható alacsonynak, de természetesen minél többeket továbbra is erre biztatunk, és a tanulók esetében is most túl az egész nyáron biztosított időpontfoglalás alapján történő átoltakozás mellett, most augusztus 31-én az elsői tanévnyitó napja kimarad, és 2-án, 3-án tovább folytatjuk az oltási kampányunkat. Ebben közel 50.000 szülő jelezte, hogy a diák a gyermekét szereti beoltatni, így közel 50.000 diák oltására lesz lehetőség, amennyiben mindannyian hozzák a szülői beleegyező nyilatkozatot, és ez alapján az oltásuk meg tud történni. Ez Pfizer vakcinával fog történni Magyarországon, és hát természetesen készülünk a többi korosztálynak is, bármely korcsoportnak a további oltására, hiszen az oltópontok, oltóhelyek nyitva vannak továbbra is Magyarországon. Pedagógusok 85%-a átoltott, és a gyermekek közül a nyári időszakban 185.000-en értek az oltakozás lehetőségével, és ezt a számot növeli ez a további közel 50.000 jelentkező, aki most az augusztus végi, szeptember elejé oltási akcióban is részt kíván venni, de további oltakozási hajlandóságra is szükség lesz még.